A vendéglátóhelyek és az edzőtermek újranyitását követeli a Mi Hazánk mozgalom Magyarországon egyedüli pártként. Bár Európában egyre nagyobb volumenű a tiltakozás, és például Nigel Farage vagy Matteo Salvini pártja is lezárás ellenes. A cél elérése érdekében aláírásgyűjtésbe is kezdtünk. A honlapunkon a mihazánk.hu/lezárás ellen linken lehet csatlakozni ehhez a felhívásunkhoz. A mostani szabályozás a Mi Hazánk mozgalom szerint következetlen, és több esetben ordít a kormány kettős mércéje, ami elfogadhatatlan. A Mi Hazánk szerint érthetetlen, hogy miközben a plázákban emberek ezrei zsúfolódhatnak össze egyszerre, addig semmilyen vendéglátóhelyre senki soha nem mehet, akkor sem, hogyha maszkot visel, ha biztosított a kellő távolságtartás, rendelkezésre állnak a fertőtlenítéshez szükséges eszközök, és a szellőzés is biztosított. Ez nyilvánvalóan abszurd, ezen változtatni kell. A Mi Hazánk szerint nem nézheti tovább tétlenül a magyar kormány ennek a szektornak a túlélési küzdelmét. Azonnal tárgyalóasztalhoz kell ülnie a kormánynak a vendéglátósok képviselőivel, és megegyezni velük legalább a korlátozások legalább részleges feloldásáról, illetve a további gazdasági segítségnyújtásról. A kormány eddigi csomagja e tekintetben ugyanis annyit ér, mint halottnak a csók, hiába vállalták át a béreknek egy részét, már tavaly is hónapokig kellett zárva tartaniuk ezeknek a vendéglátóegységeknek, így ezen hónapok bevétele teljes egészében kiesett, miközben például a bérleti díjat a vendéglátósoknak maguknak kellett állni. Hasonlóan károsnak tartja össztársadalmilag a Mi Hazánk mozgalom az edzőtermek zárvatartását is, miközben az erős immunrendszerre nagyobb szükség lenne, mint járványmentes időkben, észszerűtlenül akadályozzák a sportolás lehetőségét az edzőtermek és az úszodák zárvatartásával, sőt az este 8 óra utáni szabadtéri sportolás tiltásával is. Ha ezen létesítményekben is megfelelő higiéniai szabályokkal, de lehetővé tennék a nyitást, nagyban segítenék a sportolni vágyókat, és nem mellesleg a november óta jó esetben a tartalékait, rosszabb esetben hiteleket felélő tulajdonosokat, dolgozókat is. A Mi Hazánk tehát egyedüli pártként áll a méltatlanul és következetlenül korlátozott vendéglátósok és a sportolni vágyók oldalán.